Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás július 3-áig. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy, látható a képen. Itt melletted megjelenik ez a férfi, lehet a lelki társad, de utal a férfiakra is. Ez a kártya összeköt benneteket, és azt jelenti, hogy itt kialakul valami a szerelmi élet területén, és szerencséd lesz. Itt látható egy gazdag férfi, azt is jelentheti, hogy a lelki társad pénzhez jut, jó módú, segít neked anyagilag. És pontosan ez az ő gondolata, ez az ő terve. Itt ez a nyereség, ez a pénz lehet a belső érték is, hogy te értékes vagy számára, vagy fordítva, ő értékes számodra. De mivel itt az ő gondolatáról van szó, biztos vagyok abban, hogy te értékes vagy számára. Nála van egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, de itt lesz egy jó kimenetel, hiszen itt megjelenik ez a jó indulatú férfi, és segít neki. Ez lehet egy bíró is, amennyiben bírósági ügyről van szó, és itt látható a nyeremény. Tehát ő nyerni fog ezen a területen. Ami téged, mint hölgyet foglalkoztat, itt vannak az elvárások a munkát illetően. Itt megkapod az elismeréseket, és itt ez a kártya utal erre a reményre. Vagy lesz egy munkahelyi változás, egy jó ajánlat, vagy eléred a céljaidat, ami a munkát, a hivatásodat illeti. És itt ez a kártya jelenti a nagy szerencsét minden életterületen. Hivatalos dolgoknál, a párkapcsolatot, a munkát illetően, és te ebbe az irányba tekintesz, ez a jövő, a közeljövő, amikor elérheted a céljaidat, és megkapod az elismerést. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!